Gondos Óra program. Minden 65 év feletti lakos ingyenesen igényelheti a jelzőeszközt. Drónnal vadásznak a szabálytalankodókra. Több mint 350 büntetés 3 nap alatt Tolna vármegyében. Nőnapi meglepetés, teltházas koncerttel és ajándékokkal kedveskedett a hölgyeknek Dombóvár önkormányzata. Közeledik a medvehagyma szezonja, érdemes megfogadni a szakértő tanácsait a szedéssel kapcsolatban. A gondos óra egy korszerű, díjmentes jelzőeszköz, amelyhez egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálat kapcsolódik. Oktató videó mutatja be, hogyan is kell használni az úgynevezett gondos órát. A Belügyminisztérium egy évvel ezelőtt indított programjára a 65. életévét betöltött lakosok online jelentkezhetnek, azonban több idős embernek erre nincs lehetősége, ezért a Pécsi Egyházmegye Kórház lelkészsége elkezdte a jelzőeszköz népszerűsítését. Így Szekszárdon a Szociális Egészségügyi Környezet és Fenntarthatósági Bizottsággal közösen meghívták az időseket is képviselő civil szervezetek vezetőit. Nagyon karolta föl ezt senki. Mi a kórház lelkészség úgy gondoltuk, vagyis nem is mi, Püspök atyával közösen, hogy segítünk az időseknek, mert ugye e-mail cím szükséges ahhoz, hogy regisztrálni tudjon, és nagyon sok idősnek nincs e-mail címe. És úgy gondoltuk, hogy készítünk egy igénylőlapot, bevonjuk a civil szervezeteket, az önkénteseket, az egyházat, hogy minél több emberhez el tudjunk jutni, kitöltjük a papírokat, fölregisztráljuk őket, és ők meg megkapják az órát. A gondos óra egy olyan vízálló eszköz, amelyen egy gomb van, amit ha megnyom a tulajdonosa, a nap 24 órájában bármikor kapcsolatba tud lépni az országos diszpécser központ ügyeletesével. A készülék GPS segítségével jelzi azt is, hogy viselője éppen hol tartózkodik, így szükség esetén a megfelelő helyre tudja irányítani a segítségnyújtót. A gondos óra program, amit a kormány indított a tavalyi évben, a gondos óra program segítségével akármilyen lehetetlen helyzetbe kerül egy 65 év feletti idős ember, egy gomb megnyomásával, egy diszpécser szolgálat által azonnal segítséget tud kapni. A kórház lelkészség emellett indított egy utcaprogramot is, a katonaság és a cserkészek segítségével szintén az egyedülálló idős emberek életét teszik ezzel könnyebbé. Ennek keretében például eldugult csatornákat tisztítanak, vagy adott esetben az élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésében segítkeznek. Szerintem jól látható az azóta meghozott kormányzati döntések minőségének javulásában az, hogy Lantos miniszter úr ezt a tárcát nem csak hogy megkapta, hanem kézbe tartja és rendkívül aktív. Az itt bemutatott jövőre vonatkozó ipari energiaigény kalkuláció is már az ő munkájának az eredménye, illetve azt dicséri.
Két másodperc az indítástól, és a rendőrségi drón már el is tűnt a kamera látószögéből. Az elektromos légieszköz akár fél órán keresztül is képes egy töltéssel a levegőben maradni, és ez idő alatt 8 kilométeres hatótávot lehet vele megtenni. A rendőrség erre kiképzett szakembere precíz mozdulatokkal tűpontosan irányítja a néhány kilós légijárművet. A földi távirányító hatalmas felbontású képet jelenít meg, sőt a gépre szerelt kamera közelíteni is képes. Így nem csak a rendszám, hanem az is tisztán látható, ha egy sofőr nem használja a biztonsági övet. Ezen a héten van folyamatban a Roadpol Seatbelt elnevezésű fokozott közlekedés rendészeti ellenőrzés, amelynek során alapvetően kollégáim most a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzi. Legfontosabb ugye a biztonsági öv használata, a gyermekülés és a bukós isak ezekben a napokban. Ezt nézik drónnal, valamint személyesen is a kollégáim. Szekszárd másik pontján ugyanekkor pedig hagyományos, megállítós módszerrel ellenőriztek a rendőrök. Bőven volt munkájuk. A héten Tolnavár megyében már több mint 350 alkalommal kellett helyszíni bírságot kiszabniuk. Ezen a helyszínen állunk, és szekszárdi kollégáinktól tudjuk, hogy csak ők, az ők négyes csoportjuk a mai napon reggel 7 órától mostanáig 21 olyan szabálysértővel szemben járt el, akik a biztonsági övüket nem használták. A napokban folyamatos ellenőrzésre számíthat minden Tolnavár megyében közlekedő, mivel kollégáim nézni fogják a biztonsági öv használatát, a gyermekülés használatát, illetve azok, akik motorral közlekednek, a bukósisok használatát. Itt szeretnénk felhívni a figyelmét minden közlekedőnek arra, hogy a biztonsági öv használata nem egy lehetőség az autóvezetők, illetve utasaik számára, hanem mindenki számára kötelezettség. A drónos és a megállítós ellenőrzések Tolnavár megyében ezentúl is folyamatosak lesznek, ezért a rendőrség azt kéri, hogy aki közúti forgalomban vesz részt, tartsa be a szabályokat. Hosszú évek óta hagyomány, hogy városi rendezvény keretében köszöntik a hölgyeket Dombóváron. Idén is színvonalas, teltházas koncertre érkeztek a vendégek. Idősebb nyugdíjasoknak nagyon jó kis program. Kicsit kimozdulunk, mert olyan nincs jó idő, és akkor társaságban van az ember, és nincs egyedül. Tehát nekünk nyugdíjasoknak ez a lényeg, a szép számok. Az előkészületekből az önkormányzati képviselők is kivették a részüket. Próbáljuk a városnak az igényeit kielégíteni minden szinten, a fiatalokat, a középkorúakat és az idősebbeket. És mindig örülünk, amikor a nyugdíjasok jönnek, mert ők ezt a márciusi 8-át és a nyugdíjasokról való megemlékezés napján is nagyon várják már a műsort előre. És a regisztrációs jegyek már hetekkel előbb elfogynak. Az idei városi nőnapi rendezvényen Kovács Gergő örökzöldeket adott elő. Hát nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek. Egyébként is volt mindig nőnap, de mostanában akármilyen rendezvényre hívjuk a dombóváriakat, nagyon szívesen eljönnek. Képviselőtársammal éppen erről beszéltünk, hogy milyen jó dolog ez, ilyen sok boldog embert lehet látni. És nekünk ez külön öröm, hogy együtt vagyunk.
Az önkormányzat a koncert mellett ajándékokkal is készült a hölgyek számára. Szintén hagyomány, hogy a műsor végén egy szerény ajándékkal kedveskedünk a hölgyeknek. Ez egy bombon, egy szál virág. Az idén a bombon mellett döntöttünk. Nyilván remélem, hogy mindenki ezzel is elégedett lesz és boldog. És mi annak örülök legjobban ilyenkor, hogy nyilván itt azért kétharmadban hölgyek vannak, egyharmadban urak, és őket mindig meg szoktam dicsérni, mert aki elkíséri a párját, igazán azt mondja, az az üri ember. Kovács Gergő nőnapi dalestje nagy sikert aratott a hölgyek körében. És ezt gyűjtési tevékenység során le lehet szedni, meg kell egy kicsit dörzsölni, akár eltépni, és a rendkívül erős fokhagyma illatát lehet érezni. A benne levő aromás anyagokról ismerhető fel legkönnyebben az erdőkben mosbújó medvehagyma. A tavaszi vadnövény néhány éve lett újra divat idehaza. A fényes zöld leveleit sokan kedvelik a fokhagymára emlékeztető íze miatt. A nem védett állami erdőterületen naponta fejenként 2 kg mennyiségben gyűjthető medvehagyma. Ha valaki védett területen, vagy nem állami erdő, hanem magánerdő területen szeretne gyűjteni, vagy 2 kg feletti mennyiséget szeretne gyűjteni, vagy forgalomba szeretné hozni a medvehagymát, akkor engedélyköteles a gyűjtési tevékenység. Vagyis magánterületről csak a tulajdonos hozzájárulásával gyűjthető medvehagyma. A növény egyébként könnyen összetéveszthető a gyöngyvirággal, aminél viszont korábban bújik, ezért aki a fokhagyma illatú zöldfűszerre vágyik, érdemes mostanában felkeresnie az állami erdőket. A legalapvetőbb különbség az abban rejlik, hogy egészen más illata van a medvehagymának, az fokhagyma illatú, és ez az illat ez elég intenzív és erős illat. Kora tavaszi időszakban először a medvehagyma kezd el kibújni, de nagyon fontos azt tudni, hogy ugyanezen a területen, vagy nem messze tőle megjelenik később a gyöngyvirág is. Ebben az időszakban már a virágzatot kell keresni, egészen más virágzata van a gyöngyvirágnak, mint a medvehagymának, de a levelek rendkívül hasonlóak. A szakember azt tanácsolja, az, aki medvehagymát gyűjt, lehetőleg olyan helyről tegye azt, ahova nem járnak mások is tömegesen, így ugyanis elkerülhető, hogy egy-egy területen kihaljon a növény populációja. Több mint 1000 riasztást kaptak, rengeteg munkájuk volt tavaly a somogyi tűzoltóknak. Fogyatékos diákok versenye az Éltes Egymi csapata lesz ott az országos döntőn. Életmentést tanulnak, az újraélesztés lépéseit is elsajátíthatták a diákok. Egészen pontosan 1034 riasztás futott be tavaly a kaposvári tűzoltókhoz, nagyjából 200-zal több mint egy évvel korábban. A Somogyi vármegyeszékhely egységeire az ország egyik legnagyobb járásában 76 település lakói számíthatnak. A legtöbb munkát a májusi szélvihar és a jégverés adta a lánglovagoknak. Kaposvár és környékén közel 200 bejelentés érkezett, ahol a viharos erejű szél és az azzal érkező jég tetőket és egyéb anyagi javakat rongált meg, ott kellett az egységeknek beavatkozni, és mindenek előtt az életveszély megszüntetését szem előtt tartva az állampolgárok
és a lakosok megnyugvása mentén beavatkozni. A tavalyi év legnagyobb tűzesete is Kaposváron történt. Januárban a Raktár utcában leégett egy autófényező, illetve karosszéria lakatos műhely, és a szomszédságában egy mezőgazdasági gépeket forgalmazó telephely. Több 100 millió forintos kár keletkezett. Kiemelt jelentőséggel kellett kezelnünk, hiszen a műhelyekben több gázpalack is volt, amelyet a karosszéria elemek és a gépelemek javításához használtak. Itt a rendőrség segítségét kellett kérnünk, több diszugázpalackot kellett kilőni. Néhány nappal ezelőtt évértékelő állománygyűlést tartottak a Somogyi Parancsnokságon is. Ezen elhangzott, hogy vármegyénkben tavaly összesen csak nem 1000 tűzhöz és több mint 1600 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók. A tanulásban akadályozott és értelmi sérült alsó tagozatos diákok számára írja ki minden évben a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége a Kapkodd a lábad sor, váltó és ügyességi versenyt. A baranyai fordulót a pécsi Éltes Egymi torna termében rendezték szerdán, melyre a 15 megadott játékból 8-at választottak ki, ezeket kellett időre végrehajtaniuk a tanulóknak. Minden gyereknek van egy kedvenc feladata, amiben a legügyesebb. Átadogatni a labdát, és visszafutni, és aki előbb leteszi a labdát, az nyer. A zingafutását kell ugorni, múlni kell alatta, és ez nagyon jó. A házigazda pécsi Éltes Egymi tanulóin kívül Komlóról, Vajszlóról és Szentlőrincről érkeztek alsó tagozatos csapatok a Kapkodd a lábad verseny baranyai fordulójára. Ugyanaz a játékos sportvetélkedő, amit a évgyerekeknél is szoktunk játszani, ott úgy hívják, hogy eleve a játékos sportvetélkedő. Tulajdonképpen ügyességi váltó és sorversenyekből tevődnek össze a feladatok, és hát ez nagy hagyománnyal ugye már régóta csináljuk, és hála Istennek megmaradt a diákolimpiai versenynaptárban. A fordulót a házigazda Éltes Egymi csapata nyerte, így ők képviselik Baranyát az országos döntőn, amit március 28-án Szolnokon rendeznek. A Kapkodd a lábad sor, váltó és ügyességi verseny gyakorlatanyagából a FODISZ már elkészítette az országos döntő programját. Mindössze 2 olyan játék lesz, ami a baranyai fordulón nem szerepelt. A légzésvizsgálat ugye úgy fog történni, itt térdelek a sérült mellett, ilyen enyhe terpezbe, körülbelül a vállai a térdeim között. Szabaddá teszem a légutakat. Hátán fekszik egy ember, mitől záródnak el a légútjai? 7. osztályos tanulók ismerkednek az életmentés folyamatával. A legtöbben most először hallják, mit kell tenniük egy ilyen helyzetben. Sokan személyes indítatásból jöttek el a szakkörre. Egy ismerősnél láttam már őt, hogy rosszul lett, és megmaradt bennem a traumatikus élmény, hogy sajnos a mellettünk menő emberek elmentek mellettünk, és ezért is tartom fontosnak, hogy az ilyen foglalkozásokat megnézzük, mert nem szeretném, hogy mások ugyanabban a helyzetbe kerüljenek, és ugyanúgy ne segítsenek neki a többiek, mint amit én is tapasztaltam az ismerős miatt. A légzés vagy a szívműködés leállását követően a perceken belül megkezdett és szakszerűen végzett újraélesztés jelentősen csökkentheti az agykárosodás mértékét és akár életet is menthet. A tanulók babákon gyakorolhatják is a megszerzett tudást. Fel kell emelni a fejet, hogy nehogy megfulladja az alany, mikor elájul, mert hogyha nem emeljük fel a fejét, akkor meg tud fulladni, hiába próbáljuk újraéleszteni kézzel. Lélek jelenlét és határozottság, ez a két legfontosabb tulajdonság az újraélesztésnél. Az a lényeg, hogy ha jól ebben tudsz segíteni másoknak, és jó dolog, hogyha tudod. És mélyebbre. Üdd meg neki. Azaz, most vagy jó mélységben. Az újraélesztés elméleti és gyakorlati oktatása nem része az iskolai tananyagnak. Az intézmények ezért a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével karöltve igyekeznek minél több bemutatót tartani a diákoknak.
Az embereknek, a gyerekeknek a mindennapi életében is szükségük van arra, hogy ismerjenek alapvető elsősegélynyújtó ismereteket, tehát bármikor kerülhetnek olyan helyzetbe az életük során, hogy ezzel akár életet is menthetnek. Percenként 110-120-as tempó, 5-6 cm mélyre nyomjuk le, ami egy felnőtt mellkasnak körülbelül az egyharmada. A Magyar Vöröskereszt figyelme érthető módon előbb a járványidőszakra, most pedig a háborús helyzetre irányul. Az utánpótlás nevelése ugyanakkor mindig is előnyt élvezett a szervezet életében. Most próbálunk egy kicsit majd visszatérni azokhoz az alapokhoz, amelyek az általános iskolák, a középiskolák, a gyerekek, ugye egy kicsit bevonjuk őket, hiszen mind az önkéntesek létszámán meglátszik ez az elmúlt pár év, mind az elsősegélynyújtó versenyek népszerűsítésén, és most vissza kell találnunk arra az útra, amivel egyébként Somogy megye az egyik legerősebb lett az elmúlt másfél-két évtizedben az elsősegélynyújtás frontján. Az elsősegélynyújtás a KRESZ kötelező részeként is megtanulható, ám ha valaki csak az életmentő fogásokra kíváncsi, akár egyetlen óra alatt is el tudja ezeket sajátítani. Gondos óra program. Minden 65 év feletti lakos ingyenesen igényelheti a jelzőeszközt. Drónnal vadásznak a szabálytalankodókra. Több mint 350 büntetés 3 nap alatt Tolna vármegyében. Nőnapi meglepetés, teltházas koncerttel és ajándékokkal kedveskedett a hölgyeknek Dombóvár önkormányzata. Közeledik a medvehagyma szezonja, érdemes megfogadni a szakértő tanácsait a szedéssel kapcsolatban. We'll be right back.